ugye megduplázódott a munkák száma, ami örvendetes tény, mert ez ugyanakkor azt is jelenti, ugye a számok törvénye szerint, hogy sokkal több munka, sokkal a nagy mennyiségű munka sokkal több jó minőségű munkát jelent. Na most 2200 munka érkezett be, 920 művésztől. Hát hatalmas kihívás volt, hogy egyáltalán ezt a 2200-as számot lehozni egy közel 300-ra, mert ugye ennyi megy be a katalógusba, és ennyit tudunk kiállítani. Én szerencsés helyzetben vagyok, ugyanis most negyedik alkalommal vettem részt a zsűrizésbe, tehát volt alkalmam végigkövetni ezt a fejlődési ívet. És ugye ez egy nagyon izgalmas dolog ezt követni, hogy egy ötlet hogy valósul meg, és hogy fejlődik, és hogy lesz mondjuk a világszínvonalú, nos jelentős esemény, és ez nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezt így végig követhettem. Tehát a kezdeti botladozás, ugye, ami elkerülhetetlen egy ilyen nemzetközi eseménynek a szervezésénél, azokat ugye sikeresen, azt a gyerekbetegséget sikerült kinőni, és hát most a legutolsó alkalommal már új darabszámra, mint minőségben ez már megnyugtató volt, hogy a lengyel kolléga deklarálta azt, hogy ez most már a krakkói, ami egy referencia, a krakkói biennális szintjét, azt most már nyugodt szívvel mondja, hogy elérte. Ugye ez egy nagy presztízs, hogy egy lengyeltől ilyet hallani, hisz a lengyelek grafikai nagyhatalomnak számítanak. Cred că ideea organizatorilor de a pune artistul să combine tehnici digitale cu tehnici tradiționale a fost un challenge pentru artiști și atunci cumva au scos, această idee a scos din artiști lucruri mult mai interesante decât dacă am fi avut doar gravură tradițională sau doar prin digital. Această combinație cred că a creat această efervescență de lucrări interesante. Beküldött munka volt, ami azért esett ki, mert más műfajba tartozó. Tehát a legtöbb alkalmazott grafika. Tehát látszik, hogy a grafikusok nagy része arra készül, hogy a piacon elhelyezkedjen, tehát hogy kereskedelmi grafikával foglalkozik, és ez rányomja a bélyegét, és amikor ez átbillen a művészeti grafikából az alkalmazott grafikába, akkor is, hogyha ez kulturális szándékú, akkor ezeket általában nem válogattuk be, mert azt mondjuk, hogy ez egy másik műfaj. Tehát az plakát, az a könyvborító, az más. Ha volna egy olyan vonal, ami már megjelent korábban, de itt most mintha egy kicsit erősebb lenne, egy lírai vonal. Tehát pont ettől a keményebb
grafikai és nagyon rajzos és nagyon munkás lengyel vonaltól eltérően, de időnként a lengyelek között is, egy nagyon finom lírai, mondhatnám egy kicsit nőies is, vagy sokszor nők által készített munkák, úgy, ahogy nem tudom, legutóbb Szőke Erikát emeltük ki, mint díjazottat, ő is szerepel, de több olyan munka van, ahol ez a kicsit álomszerű, kicsit romantikus, de mindenképpen egy érzelmesebb vonal jelen van. Térnevezetű linoleum metszett munkámmal jelentkeztem, és hát igazából meg voltak adva a paraméterek, hogy mibe lehet úgymond beleinkadrálódni itt a Biennale keretein belül, és valami nagyon-nagyon közeli hozzám ez a munka, amit pont egy évvel ezelőtt készítettem, az anyagválasztás miatt is, tematikailag is, és akkor így gondoltam, hogy mivel megvannak a szűk keretei azért, hogy mibe lehetett, ezért ezt tartottam akkor a legnívósabb munkámnak, amit így beadhattam erre. Én itt születtem Csíkszeredában, most kinnélek Pesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanulok, és azért nekem fontos, hogy így visszajárjak a szülőföldemhez, meg hogy így ott is kiállítsak, nem csak az, hogy kimaradjak Pesten, vagy még kiebb, az is fontos számomra persze, csak hogy azért mindig visszatérni egy kicsit a gyökerekhez. Ez ilyen szubjektív dolog, hogy valaki kap egy díjat, mert tényleg nem számítottam, teljesen nagyon meglepődtem. De nagyon örülök neki. Főleg így, hogy így valamennyire így hazai vagyok, és akkor ez így úgymond a saját közegemtől is egy elismerés, azért van színvonala is ennek az eseménynek, szóval én nagyon-nagyon örvendek neki. Úgy észrevettem, hogy inkább ilyen szociális problémával foglalkozik mindenki, és ez például hozzám is közel, a saját munkásságomban is közel áll. Szóval még várom, hogy így végig tudjam pásztázni az összes alkotónak a munkáit, de már a díjazottakét azt végignéztem, azok mind nagyon tetszettek. Nagyon tetszett, ahogy kezelik a felületet, hogy mindenki nagyon egyedi, ilyen próbál hozzányúlni az anyagkezelésekhez. Szóval nekem egyelőre nagyon tetszik, de még a végére kell járjak. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon, nagyon különleges kiállítást hoztak létre itt. Én már a legelső alkalommal is részt vettem, illetve azután szinte az összes művésztelepen, kivéve egyet, és amikor megtudtam, hogy itt Székelyföldön lesz egy nemzetközi grafikai biennál, én tényleg nagyon örültem, mert így kötődöm is Gyergyószent Miklóshoz. Én Somorjáról származom, viszont már Budapesten élek, viszont Somorja és Gyergyószent Miklós testvérvárosok. És hát Gyergyószárhegyen is több alkalommal megfordultam, rengeteg barátom van, és kulturálisan is kötődöm a színtérhez, tehát hogy nekem egyrészt itt szívügyem is, hogy minden alkalommal beadok. Hát én alapvetően ilyen szociális, szociológiai, társadalmi témákkal foglalkozom, nagyon sok esetben a traumatizált helyzeteket hozom előtérbe a munkákban, úgyhogy foglalkoztam már a betegség témáktól kezdve a kisebbség, többség közötti viszonyi identitás kérdésekkel, gyász témával, meddőség témával, tehát ezek viszonylag elég tabu témáknak számítanak. Sok esetben olyan szakrális, deszakralizált terekben szoktam kiállítani grafika installációkat, illetve nagyobb téri munkákat, és ez mellett, hogy térben megjelennek ezek a munkák, önálló grafikai lapokként is egy-egy megállja a helyét,
Tehát számomra fontos az, hogy mindenképpen a grafika műfaját próbálom kibővíteni. És a most bemutatott munka a Pusztulás és Tisztulás című sorozatomból való, és ennek egy része olyan munkákat mutat be, ahol szakrális terek valamilyen módon pusztulásnak indulnak. Az itt kiállított munkák konkrétan egy égő templomot ábrázolnak, illetve egy felállványozott templomot, ahol a padsorokon megjelenik a kérdő, a kérdés, tehát a maga a kérdőjel. Ugye itt számomra fontos az volt, hogy Somorján, a Somorjai Református templomban a több száz éves padsorokat eltávolították 2016-ban, és hát nagyon érdekes jelenség volt az számomra, hogy a hívek ezt hogyan élték meg. Mert ugye itt arról van szó, hogy a generációk, a hívők mindig ugyanabba a családonként mindig ugyanabba a padsorba kerülnek és imádkoznak. És valahol ugye a hit kapcsolódik a tárgyakhoz sok esetben. És hogyha a pusztulásnak indul, vagy eltávolítják, akkor hogyan éljük meg a hitünket? Tehát, hogy most egy tárgyhoz kapcsoljuk, vagy saját magunkban van benne a hit. Tehát ezekkel a kérdéskörökkel foglalkoztam a sorozaton belül. Ahogy így követem az egész folyamatot, látom, hogy mennyire szépen kinőtte magát a Biennale nemzetközi szinten is, és hát tényleg most már nagyon nehéz bekerülni. Szóval láttam a listát is, hogy tényleg 2300 művész jelentkezett, és hát ugye pár százon kerültünk csak be a kiállító helyre, mint a szelekcióban, és abból nagyon kevés díjazott van. És ugye az is kiemeli a nemzetköziségét, hogy már 58 országból szerepelnek művészek, tehát elterjedt a híre. És én azt gondolom, hogy ez regionálisan is egy óriási nagy dolog, kulturálisan is, hogy ezt itt Székelyföldön ennyire nemzetközi módon meg tudják szervezni, és tényleg nagyon nívós. Tényleg mindenkinek, a szervezőknek, a hozzá kapcsolódó embereknek, művészeknek is nagyon tudok gratulálni. Tehát tényleg ez egy óriási dolog. Szerintem technikailag nagyon-nagyon nívós munkák, tehát nagyon sokan vegyes, egyedi technikákat használnak, próbálják a grafika műfaját tágítani ezzel együtt is. Tehát szerintem a mai kortárs grafikusoknál, akik tényleg ott vannak a színtéren, én azt gondolom, hogy a régi technikákat próbálják olyan minőségben hozni, ami a mostani kortárs technológiával csatlakoztatható. Lengyelek változatlanul nagyon erősek. Tehát az a lengyel grafikai iskola, amelyik már a 80-as években nagyon karakteres volt, az most is erős. Nagyon, nagyon jó iskola, és sőt kiterjed egész Kelet-Európára. Tehát így egymás között mondtuk, hogy ez egy lengyel típusú munka, tehát egy magyarra, vagy bolgárra, vagy tehát van egy ilyen erős oldal. Van egy meglepő, hogy Kelet-Európából az oroszok azok elég gyengén szerepeltek. Sokan voltak jelen, de minthogyha lehet, hogy a mi ízlésünk más, de mintha nem lennének olyan erősek. Van, ahol ugye a már sokat emlegetett lengyel grafikának a változása, az is egy érdekes dolog, de nagyon lényeges az, hogy ugye a grafikai térképen mostanig nem létezett országok, mint Nepál, vagy Bangladesh, vagy Gána, afrikai országok, hogy
ők hogy viszonyulnak ugye a kánonhoz, az európai, a nyugati kánonhoz, illetve mindig meg tudnak lepni az ázsiai művészek, tehát a japánok az érzékenységükkel, a meditatív hozzáállásukkal, még kiemelném talán az indonézeket, akiknek a manualitása az kiemelkedő és hihetetlen technikai bravúrokra képesek. Érdekes a dél-amerikai országok, és ugye főleg ezeknek a viszonya, tehát hogy gondolkodik egy nyugat-európai, egy kelet-európai grafikus, és ezek a világ minden táján, tehát ugye ez a grafika, mint experimentális műfaj, ezt hogy fejlesztik, és hogy tágítják a határait. Egy ilyen esetben lényeges azoknak, akik mondjuk eldöntik, hogy milyen arcéle legyen egy ilyen biennálénak, az a különböző sokféleség, tehát a világ grafikai, a grafikai művészetnek a lelki állapotát tükrözi ez. Tehát, hogy ugye különböző kultúrákból, különböző generációjú, különböző koncepciójú művészek, tehát ez a sokféleség is megjelenjen. Tehát mondjuk úgy, hogy egy helyzetjelentést láthatunk a világ grafikai helyzetéről. Tehát ugye itt érezni lehetett a munkákból, hogy a fiatal, provokatív egyetemistáktól a nagy öregekig mindenki képviseltette magát, tehát ez a fajta generációs sok színűség is megjelenik. Úgyhogy mondjuk a 2 évvel ezelőtt is azt mondtuk, hogy ez egy ilyen megnyugtató, hogy erre a szintre eljutott ez az esemény. Most azt tudom mondani, hogy újból el tudom ismételni, és ugye, hogyha még egy pillanatra megemlékezhetünk Siklódi Zsoltra is, aki ugye az egészet elkezdte, szerintem ő is azt gondolná, hogy megnyugtató ez a fejlődési időszak.